amikor felkészültem az előadásra, azt gondoltam, hát talán William Styronnak a Látható Sötétség című könyvéből egy idézetet veszek, hogy a depressziónak az az egyedüli értéke, hogy ki lehet belőle szabadulni. Nagyon bölcs mondás, ismeritek egyébként ezt a kitűnő könyvet, amit azért szeretek nagyon idézni, mert én annak idején klinikai pszichológusok tanulmányai során is odaadtam kötelező olvasmánynak, hogy csak tanulják meg, mert a klinikai tünetek sorát gyönyörűen meg lehet belőle tanulni. Tehát egy nagyon-nagyon jó könyv, és azon kívül magas szintű irodalom. És hát azért, ha már kilépünk a szakma határaiból, akkor engedtessék meg, közismert, hogy nagyon szeretem a költészetet, és mivel hát Németh Attila is majd egy ilyen jellegű előadást fog tartani, úgy gondoltam, ráhangolunk egy kis ilyen depresszív hangulatra, amiből persze majd ki fogunk szabadulni, de hogy ugye milyen szép az őszi sanzon, és hogy bizonyára ismeritek ezt a verset, micsoda fantasztikus költemény ez, micsoda játék a szavakkal. És ugye ismeritek az ősi sanzont, Verlennek a versét, ősz húrja zsong, jajong, búsong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón. Én csüggetek, halvány, beteg, míg éjfél kong, csak sírok, s elém a sok tűnt kékél. Ó, múlni már ősz, hulni már eres szél, mint holt avart, mit felkavart a rossz szél. A szavak csodálatos játéka, ahogy zsong, ahogyan szól, nagyon szép, és igazából ez az a depresszív hang, ami megegyezik azzal, mint a látható sötétség üzenete, hogy ki lehet belőle szabadulni. Ezekből a kedvekből ki lehet szabadulni. De ha mi egy kicsit a magyar költészet irányába megyünk, súlyosabb szavakkal találkozunk. Busongással, ami nagyon jellemző ránk, olyan busongással, például Bersenyi, ugye, milyen szépen mondja, hogy béborult a szívem, sötét áll orszája. Még két mulatótárs van ébren mellettem, a szelíd szerelem hanvadó szikrája, s bús melankóliám szomorgó nótája, bús melankólia. Na ez a melankólikus hangulat, ugye a magyar ilyen depresszív költészetre meglehetősen jellemző, és hát aki Németh Attilának a Ragyogó könyvét olvasta, ahol egy külön fejezet szól ugye a depresszív művészeknek, depressziós művészeknek az alkotásairól, tudja, hogy nagyon súlyosak azok, amit a depressziós költők és az öngyilkos jelt Juhász Gyula, Remegyik Sándor, hogy a gyakorló depressziósak, és hogy a költészetükben valóban azt hiszem, meg lehet azokat a szófordulatokat és tartalmakat szinte tartalomelemzéssel találni, amik arra utalnak, hogy benn vannak a sötétség mélyén. És hogy mennyire fontos is, hogy ugye nekünk van egy himnuszunk, Balsós, akit régen tép. Na hát Kölcsey is depresszív szakaszaiban milyen költeményeket írt. Ó, sírni, 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 mint nem sírt senki, még mélypontján fájdalmának, ki tud, ki tud. Szóval azért mi nem megyünk messzire magyarok az ilyen depresszív hangulatokkal, sőt a depresszióval magával sem, ami hát elég magas arányban fordul elő. Kopp Mária vizsgálataira utalva, igaz, hogy ugye statisztikai szempontból már ugye egy 10 éves távlatban ezek már nem igazán jól használható szocioökonómiai adatok, de hát ugye, hogy 71-nehány százaléka a magyar népességnek a depresszió különböző súlyossági fokába sorolható, hát őszintén szólva ezek egész rémületes adatok. Most mivel egészen friss, azóta nem tudok róla, hogy egy hasonló ilyen vizsgálat történt volna, ilyen kiterjedésű, 6701 nehány személyre kiterjedő. Minden esetre az, hogy van egy bizonyos hajlandóság arra, hogy mi igen sajátosan lássuk a világot, sajátosan nézzük. Én még egyetlen egy költeményt hagy idézzek, ami igazán biztos, hogy nem közismert, Hernádi Gyulának a Depresszió című költeménye. Eleve kevesen is tudjuk, hogy neki van egy verses kötete, aminek jó, és van még jó néhány kiadatlan verse is. Hát a depresszió az így szól. Ki segíthet rajtam emberhajlású füvek féleszű gyerekén? Nem tudok erőlködni, kitörni, veszőzött arcomat fölfelé kötözni, és mert már a törvény semmit meg nem javít, semmit el se ronthat,
földszínű homlokkal vesződöm naphosszat. Hát, ha belegondolunk el, és már a törvény semmit meg nem javít, ezt kiemelném ezt a pár sort, mert ezen a fonalon megyek tovább, nem fogok tovább verseket idézni, ám bár nem tudom, ha eszembe jut bizonyára, igen, de hogy inkább most az irányba haladok, hogy egy kicsit a témáról szót ejtsek, ami a pontos címe ennek az előadásnak. Ha meggondoljuk, hogy az anómia, ami ebben a versben benne foglalt, ugye a törvény se segít már semmit. Az az állapot, amikor azt érezzük az élethez való viszonyunkban, és ebben bizony szocioökonomiai tényezők is szerepet játszanak, olyan tényezők, amik túlmutatnak azon, ami a belső pszichikus tartományban zajlik. Ugye csak azt tudjuk mondani, a Dürkheim-féle anómia fogalma sajnálatosan meglehetősen érvényes működik a mi világunkban, ami azt jelenti, hogy olyan mértékig fokozódott a bizonytalanság, és az a fajta a koherencia érzésnek a megsérülése, hogy a bizonytalanság a jövőt illetően, a bizonytalanság a tervezhetőséget illetően, hogy ilyenkor fordul elő az, hogy ebből kifolyólag, az anómia állapotából kifolyólag valahogyan az egyén föltartja a kezét és megadja magát. És azt is tudjuk, ahogy a tehetetlenség állapota előáll, ez akár stressz pszichológiai szempontból nézzük, hogy hogyan is vagyunk a tehetetlen állapotokkal, hogy frusztráltnak érezzük magunkat, hogy agresszívá válunk, hogy regresszióba megyünk, hogy lemegy a magatartási színvonalunk, akár abból a szempontból, ahogyan ezt már közismert, hogy ugye a depresszióban olyan döntő szerepet játszik a veszteség maga, valaminek az elvesztése, ez esetben a biztonság elvesztése. Nos, tehát, hogyha ugye a depresszió felé kitekintünk, higgyétek el, eszem ágába sincs, hogy itt a tisztelt hallgatóság előtt elméleteket soroljak föl, de úgy taxatíve, ha figyelembe veszük, hogy a depresszióval kapcsolatban valami hihetetlen sok-sok elmélet, koncepció áll, ami magyarázza, hogy hogyan kerül az ember ebbe a pszichikus állapotba. Ugye, amikor genetikailag előttünk áll az a modell, hogy a HTT-LPR5 rövid allél, ugye a gén szempont, genetikai sérülékenység szempontjából. Ugye hát nem tekinthetünk el ettől, ez is egy, hát multifaktoriális betegségről van szó, a sokokú betegségben, ugye tudjuk a neurotranszmittereknek a szerepét, tudjuk azt, ahogyan történetileg folyamatában, szinte paradigma váltások sorában, hogyan alakult az, hogy a pszichikus pszichés megközelítések azok általában az intrapszichés tartományban, vagy a szocializációs folyamat zavaraiban keresték az összefüggéseket, oki szálakat, összefüggéseket. És hát valljuk meg, hogy Freud a gyász és melankólia leírással elég sok mindent megmagyarázott nekünk a melankóliáról, és arról az ambivalens viszonyról, például ami a gyászban esetleg egy elhúzódó gyászt magyaráz, és értelmezhetővé tesz, vagy ha belegondoltok, hát a kötődés elméletek, hogy a tárgykapcsolat elméletek nagyon jól rávilágítottak arra, és ez is egy adalék, azért ennek is hasznát vehetjük, hogy hogy járul hozzá a korai kötődési bizonytalanság ahhoz, hogy nincsenek meg azok a biopszichikai gyökerek a személyiségben, hogy lehet bízni, lehet remélni, lehet megkapaszkodni, mert az emberi életben van biztonság. És ahogyan a kognitív forradalom, hát ugye ennek a jelentősége óriási, ahogyan azt a gondolkodási struktúrát, ugye Aaron Tébeknek a munkáját, hát én annyira jelentősnek tartom, de a hatalmas gondolkodó. Ő nem csak szűken a depressziót illetően, hanem úgy gondolom tágasabban a pszichiátriai kórképek egészét illetően csodálatos munkásságot tárt elénk, és az, ahogyan ő elénk állította ugye a depressziós gondolkodás zavarokat, és ahogyan szinte fordulat értékű volt, ahogyan a hangulatzavarok felől a gondolkodási zavarok felé vitte a gondolkodásunkat és a megértésünket. És amikor ugye mi kognitív terápiát csinálunk, és a pácienssel, hát ott érezhetjük és tapasztalhatjuk meg, hogy hogy használják a kognitív, ugye a negatív automatikus gondolatok. Mikor megcsináljuk ugye a háromosztatú gondolatleltárt, amikor egy cselekményt, ugye, vagy történést, ami a beteggel történik, elkezdünk boncolgatni, hogy milyen érzések kötődnek hozzá, és hogy értelmezi, milyen jelentést ad neki, akkor rögtön ott vagyunk, hogy látjuk, hogy a jelentés mindig az irányba megy, amit Beck is magyaráz, és mi is látunk, hogy valami olyan negatív, az énre vonatkozó a negatív értelmezés,
a másikra vonatkozóan, az én és a másik kapcsolatára vonatkozóan negatív értékelés. Tehát látjuk, hogy ez tényleg így van. Na de hát a gondolkodás fejlődésében, hát hogyan alakul ki az, hogy mi így látjuk a világot, hogy mi ilyen módon gondolkodunk, és hát akkor, ha tovább lépünk, akkor azt kell mondjam, hogy egy ásító hiányjellel találkozunk, mert hogy a szocializációs folyamat és mindenfajta pszichikus változás összekapcsolásával, genetika és biológia összekapcsolásával is van egy olyan kérdésünk, mégis noha sok rávezető, oki, tényező és szál működik, hogy van az, hogy egyszer csak ott vagyok egy olyan lelki állapotban, amikor sem magam nem tudom értékelni megfelelően, sem a világgal való kapcsolatomat nem tudom megfelelően kialakítani, és a másikat is. Mint egy a személyes kapcsolatok világában leírom, nincs jelentősége számomra a másiknak, mert az én annyira bezárul önmagába, hogyan is van ez. És akkor itt szeretném elmondani, lényegében azt hiszem, az én előadásom lényege itt kezdődik, mert most arra a paradigmaváltásra szeretnék utalni, ami szerintem egy óriási magyarázó segítséget ad, és ami megnyit egy lehetőséget, hogy mi az egész depresszióra egy picikét más szemmel nézzünk, mégpedig milyen szemmel. Ugye azok a megközelítések, amiket felvillantottam, bocsánat, tudom, hogy nagyon fokhias volt, csak ugye mégis felvetettem néhány megközelítést, de hogy ezekben az volt és az van, hogy a beteg és a betegség felől közelít. És akkor, ahogyan a beteget és a betegséget és környezetét értelmezi, ebből jut konklúziókra. Na most hát történt ugye a pszichológia történetben egy olyan forradalmi változás, hogy jött egy hatalmas paradigmaváltás, mégpedig az, hogy nem azt nézzük, hogy mi betegít meg, hanem átmegyünk egy másik oldalra, és azt mondjuk, mi tart egészségben. Mitől? Mitől maradok én talpon? Hát ugyanazon stressz körülmények közé kerülök. És hogy mitől vagy te golyóálló? Én meg mitől zuhanok össze? És akkor mi az, ami megtartó erő? Szóval az egészségpszichológia paradigmaváltása kinyitotta a kaput, és ezt kezdte vizsgálni. És hát ez azért írtó érdekes, ha belegondoltok, hogy azokat kezdte, és ugye sok-sok országban, az első nekifutásban 12 országban nézték meg, és aztán hát tovább még számos, hát most tényleg kinyitom a kaput, de nagyon be kell fegyelmeznem magam, hogy egy olyan úton haladjak, hogy végig tudjunk haladni rajta, hogy megértsük, hogy ez fantasztikus, hogy ugye mikor azt kezdték nézni, hogy mitől vagy te ilyen stram, nem kérdezem hány éves vagy, de hogy mitől vagy te ilyen stram, és ugye akkor az egyéni interjúkból a számos, sok ágú, biológiai, stressz szempontú, hormonális vizsgálat, életvezetés, családi állapot, és tehát az interjú sok ágú kiterjedéséből azok az emberek, akik ilyen. A környezet is azt mondta, ők maguk is azt mondták, én jól vagyok, én jól érzem magam a bőrömben. Azt első megállapításként azt tapasztalták, ezek függetlenek a konkrét életkörülményektől. Tehát csak példaként mondom, Bangladés szegény negyedeiben, mikor a gyerekeket vizsgálták, a boldogság fok, a jólét, aki jólét két ellel, a jólét fok az magasabb volt, mint New York felhőkarcolóiban vizsgált gyerekeknek a jóléti fok, hogy hogy érzik magukat a bőrükben. Akik jól érzik magukat, úgy tűnik, hogy számos nem úgy tűnik, hát úgy is tűnt, hogy számos egészen más tényezőtől függ. Tehát mik ezek a tényezők? És az egyik, amit a Harvard Egyetemen végzett világhírűvé vált kísérlet igazolt, hogy a nézőpont, a beállítódás, a viszony az élet dolgaihoz. És ezt hát úgy híresült el a kísérlet, mint optimizmus-pesszimizmus mérési kísérlet, de sokkal többről van szó, ha magát az eredeti tanulmányt elolvassuk, mert azt nézték meg longitudinálisan, hogy a Harvardon végzett egy évfolyam, függetlenül attól, hogy orvosok, jogászok, kik, mindenkinél megnézték azt, hogy körülbelül mi az, ahogy viszonyul az élet dolgaihoz, hogy mennyire nyitja ki a kaput a jövőre, mennyire vannak élettervei, mennyire vannak reménységei, hogy majd mi fog következni, egyáltalán tudja, hogy körülbelül 10 év múlva majd hol fog tartani, hogyan látja a dolgokat, milyen jelentést ad egy-egy dolognak, na és ezen alapon valóban két nézőpont különült el, persze alcsoportok is voltak, de a fő klaszterek, két olyan klaszter, az egyik az a fajta, nevezzük pessimizmusnak,
misztikusnak, amelyikben az óvatosság, a ruminációs hajlam, a döntési nehézség, a dolgok átrágása, megfontolása, nagyon erős racionális beállítottság. Itt egy zárójelet nyitok, majd visszatérek. Depresszív hajlamú egészségesek nagy kiterjedésű vizsgálatánál azt igazolták, hogy a leghitelesebben racionálisak. Attól valószerűbb, attól reálisabb helyzetmegítélés, mint amilyet ezek az emberek tenni tudnak, nincsen is. Tehát tulajdonképpen, aki egy kicsit depresszív hajlandóság, olyan racionális, olyan módon mérlegel számos tényezőt óvatosan, hogy ők azok, akik a legobjektívebbek. Hát, hogy a lelkiállapot milyen, azzal most én nem foglalkoznék, hát depresszív hajlandóság, úgyis gyűjtötték össze ugye a kísérleti személyeket. Na most visszatérek ugye magához a kísérlethez, hogy az illetőket, akik arra szerződtek, hogy részt vesznek ebben a vizsgálatban, 5 évente szűrték. 5 évente közben életesemény regisztráció is történt. Az a lényeg, hogy az a másik csoport pedig, amelyik a szemben ezzel a inkább rágódó, inkább jövőterv nélküli, egy ilyen élettervezési óvatosság volt megfigyelhető. Tehát amikor arról kérdezték, hát hogy lesz majd a jövőd, majd hogy lesz x év múlva, akkor hát ilyen, hát majd meglátjuk. Majd kialakul, majd ahhoz igazodunk, ami lesz. Tehát, hogy szárnyaló jövőterv. A kiengedése valami a fantáziának, ami ugye persze, hát a realitáshoz nagyon sokszor vaj, mi csekély köze van, mint az álomnak sincs igazi köze, de mégiscsak fontos. Szóval úgy tűnt, hogy ez az óvatosság, hogy aminek persze látjuk a mindennapi életben is olyan képviselőit, hogy azt mondják, jaj, csak a mai napon legyek túl, csak most már csak ne történjen semmi baj. Jaj, csak minden menjen már úgy, hogy ne történjen semmi baj, hogy ez az óvatos valóság viszony. Na és ugye a másik, az optimista csoport, amelyik nem ilyen hurrá optimizmusról van szó, hogy ilyen felfokozott, hisz az optimistákat is aszerint is csoportosították, hogy volt-e elér. Tehát, hogy a szárnyalásnak és a jövőterveknek és a helyzetmegítéléseknek mégis nincs egy túlkapása, ami már veszélyes. Tehát azok az optimisták, vagy azok a jövőbe tekintő, bátran jövőbe tekintő emberek kerültek egy nagyon határozott, elkülönített csoportba, akik azt mondták, megkérdezték, mint téged megkérdezlek, hogy van-e jövőterved? Te tudod, hogy 10 év múlva majd mit szeretnél? Miért nem tudod? Mondom, én most már elég bátran, de hogy következő van, életkortól függetlenül. Igen, miért nem tudod, hogy van-e 10 év? Csinálj jövőtervet. De ezt csak úgy zárójelben mondom, és megindokolom ám, hogy miért mondom mindezt. Mert ugye azt nézték ugye 5 évente, hogy hát hogy változik minden szinten, nem sorolom, mi mindent vizsgáltak végig, hogy változik az állapot. És ugye nagyon sajátságos, mert hogy azt néz az egészségi állapottal összefüggésben, hát mire ment a dolog, hogy mi tart egészségben, hogy mitől érzem jól magam a bőrömben, ugye, és hogy milyen tulajdonságaim, attitűdjeim vannak, hogy én itt talpon maradjak. Szóval eltelt 5 év, nem volt szignifikáns változás, és akkor most mondom tovább, még egy 5 év akkor se volt. És akkor elértek, hát ugye kb. 25 éves kor körüli volt, amikor kezdték a vizsgálatot átlagban, és elértek ugye a 40 éves korig. És amikor a 40 éves korban sem volt szignifikáns változás a két fő klaszter minta között, le akartak tenni. Peterson és Bossio csinálták ezt a kísérletet egyébként, és végül rábeszélték őket, de még öt év. 40, 45. Na most mi tudjuk mind, hát erről már bocsánatot kérek, hogy egyáltalán említem, tudjuk életközépi válság, idézőjelbe teszem a válságot, normál lélektani folyamat, tudjuk, egy életkorszak váltás, amikor 40 fölött egyszer csak elkezdtünk visszatekinteni, vagy egyáltalán bizonyos események ránk parancsolnak, hogy egy kicsit visszatekintsünk, na hol tartasz, mit értél el eddig, és így tovább. Mikor úgy elkezdődik valahogy önkéntelenül is az életünk elért eredményeinek az értékelése, vagy ránk parancsol a sors, hogy egy kicsit nézzük már meg, hogy hol tartunk. Ugye ebkor következett be a 45 éves kori vizsgálatnál, mert tovább csinálták, hogy óriási mértékben kinyílt az olló, és az a csoport, amelyik ennyire rezignáltan és jövőkép nélkül, lényegében a koherencia érzés hiányában, ugye, hogy mennyire tudom tervezni az életem. Tényleg? Hatalmamban áll a körülményektől függően persze, de tervezni az életem és valamit a jövőbe
jövőtől remélni? Ugye a koherencia érzés hiánya, ennek a csökkenése, vagy tényleg hiánya, hogy nem merek egyáltalán tervezni. Úgy érzem, kiszolgáltatott vagyok a sorsnak, meg hogy úgy se lehet tervezni, mert úgy is sorsunk van, és így tovább. Na szóval ez a csoport, szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók és a depresszió szignifikánsan, jelentősen nagyobb számban fordult elő, de ebben a csoportban már meghaltak emberek. Na most azért itt meg kell állnunk, hogy az élet középig valójában olyan sok életfeladat az, ami a megküzdést ránk parancsolja, hogy valójában ezzel a számvetéssel mi nem is foglalkozunk, de van egy életszakasz, amikor mérlegelnünk kell, hogy ez elkövetkezik. És hogy úgy tűnik, de majd aztán ebből lefűzöm, hogy mi az, amikor már korábbi életszakaszban is beáll egy olyasfajta számvetés, hogy nem vagyok ura az életemnek, nincsen biztonságom, nem tudom a jövőt tervezni, nem tudom, mi lesz velem, ki vagyok szolgáltatva. Ezek az érzések nagyon destruktívak, és ha ezek, amik nagyon kártékonyak a testi, lelki és kapcsolati egészség, vagy és spirituális egészség szempontjából, ha ezek a tényezők túl korán az ember fejlődésében, életében előfordulnak, ezek sajnos arra predisponálnak, hogy valamerre, valamilyen betegség irányba destruáljanak. Na most hát nem ez az egyetlen vizsgálat egyébként, mert hogy én azt mondtam, jó, hát ez egy amerikai vizsgálat, meg is ismételték egyébként, és hogy nagy részleteket most erről nem mondanék, hanem tudjátok Kopp Máriát, hát én fejet hajtok előtte, annyira tisztelem ezt az asszonyt, mert ugye ő 6700 valahány magyar polgárnál nagyon kiterjedt a magyar lelkiállapotra vonatkozó vizsgálatokat végzett. El ne felejtsük, hogy neki is van egy mintára vonatkozó, a koherencia vizsgálat, és az élettervek a jövőre irányulás. 10 évet mért föl, hogy 10 év múlva mit tervez a magyar polgár, hogy hol akar tartani az életben. És a döbbenetes, amilyen eredményre jutott, mert szinte azt mondhatom, hogy az általa vizsgált személyek, akiket 10 éves követésbe fogott, vagy hát ugye persze a munkacsoportjával, ugyancsak így a koherencia érzés szempontjából, tehát hogy kezembe tartom-e az életemet eléggé, tudom-e irányítani, biztonságban vagyok-e, tudom-e a jövőt megbízhatóan tervezni. Ezek a nagyon-nagyon fontos tényezők, amiket mindenképp ki kell emelnem, ezek voltak azok, amiket ő a vizsgálatba betett sok más egyéb mellett természetesen, és a 10 éves kontrollvizsgálatban majdnem azonos eredményeket kapott a magyar populáción, amit hát nagyon szívünkre kell helyezni. Mert ez azt jelenti, hogy amikor ő a 10 éves vizsgálati eredményeket összesítette, egyébként meg magyar lelkiállapot első kötet, második kötet, magyar lelkiállapot 2003-2008, és most 13 azt hiszem, a következő kötet, ami megjelent a munkatársai által továbbvitt anyag. Szóval ezekben rengeteg információ olvasható. Még olyanok is, amiket itt most csak érinteni tudok, hogy a spirituális dimenzió bekapcsolódása az életben, és a gyakorló vallás, tehát egyfajta gyakorló hitélet, hogyan befolyásolja ezeket a tényezőket. De most erre nem szeretnék kitérni, hanem csak azt szeretném elmondani, hogy megvan nekünk a becsülendő magyar vizsgálatunk is, ami azt mutatja, hogy úgy tűnik, hogy az a tényező az emberi életben, hogy kézben tudom tartani eléggé az életem, nem vagyok a sorsnak a... Tehát most itt nem csak a kontroll, belső kontroll, külső kontroll tényezőről van szó, amit jó rég vizsgál a pszichológia, sokkal többről, mert sokkal inkább arról is, hogy a körülményekkel kapcsolatban én hogyan látom az egész életet. Hogy látom az értelmét, és eljutottunk egy olyan pontra, hogy aki tervezni tudja a jövőt, az az életének az értelmét, mint egy meg tudja határozni. Azaz, hogy azt, hogy mi végre érezte, hogy föltetted magadnak a kérdést, jól van, megszülettél, hát te se akartad én se, de hogy akkor mi a dolgunk? De most mit akarunk mi ezen a világon? Meg tudod-e mondani, hogy mi az életednek az értelme? Mi az, amit te az életedben értéknek tekintesz? Most ezt azért hangsúlyozom annyira, mert a boldogságpszichológiai vizsgálatok, meg hát itt járt nálunk Szonya Jubomirszky, hát ugyancsak a sok országra kiterjedő vizsgálati eredményeit közölte, egy nagyszerű előadást tartott. És hát ugye ő az, akinek
Kertésznek a első magyar nyelvű lefordított Boldog, hogyan legyünk boldogok ez a könyve. És ugye teljesen nyilvánvaló, amit elénk tart, és ezt kell valahogy a depresszió kérdése kapcsán előtérbe helyezni, hogy a boldogságpszichológia azt szerítette ki, hogy majdhogy nem feltétele annak, hogy jól létérzésünk legyen, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy tudjuk a helyünket a világban, úgy mondja ezt a boldogságpszichológia, legyen személyes filozófiád. És ezt úgy elemzi, hogy azt mondja, hát a teleologikus dimenziónk nekünk embereknek, a céloksági dimenzió. Mert ugye mi egy materiális központú világban élünk, legyen neked, ezed, azod, amazod, nagyon erős ugye a tárgyközpontú és a pekuniális értékeknek a középpontba állítása, és hogy az a szempont, ami, hogy úgy mondjam, azon a bizonyos vertikális dimenzión van az életünkben, ahol már milyen pszichikus tényezők azok, amik a vertikális dimenzióra, mert ugye ez a materiális, a racionális dimenziónk, és az, amikor már kiszabadul a gondolkodás a realitás törvények fogságából, és merek álmodni, merek egy olyan tartományba menni, ahol már nincs a tudománynak a kontrollja, ahol megvan az én egyedi szellemi gondolkodási szabadságom, ez a vertikális dimenzió, és most arra kérek mindenkit, ne a vallásban gondolkodjatok már, hanem abba, hogy mi hívő emberek vagyunk, hogyan, hogy képesek vagyunk hinni, mibe. Te is hiszel valamibe, én is hiszek valamibe, az a lényeg már, hogy lehiggyünk valamibe. Mibe? Higgyünk magunkban, higgyünk a világban, higgyünk a biztonságban, higgyünk, és itt van-e személyes filozófiád, ezt mondja a boldogságpszichológia. Csináld már meg a te személyes pszichológiádat, hogy válaszolj már az arra a kérdésre, hogy mi végre élsz. És mi az életed központi értéke, és tervezz, és nyisd ki a jövőre az ablakot, és ne az idő fogságába zártan. Hát ugye, vertikális dimenzió, hát ott a téridői a fantáziában ezek a korlátok ugye nem számítanak. Merj álmodni, merj tervezni olyannyira, hogy például feladatul, hogy van a boldogságfokozó gyakorlatok, hát kicsit ilyen amerikai ízű naivacska az elnevezés, bocsánat, de kétségtelen az van benne, hogy légy szíves, merjél már álmodni, légy szíves, próbáld már kiszabadítani magad ebből a nagyon racionális fogságból, hogy mit szeretnél elérni. Hogy azért van erről valami fogalmat, hogy akkor most miért születtél te meg? Ez a személyes filozófia, ez a hit dimenzió, ez a hit dimenziója, meg a remény dimenziója. Hát itt nincs objektív valóság ebben a dimenzióban. Itt az van, hogy te mibe hiszel. Abba hiszel, amibe. Meghajtom a fejem. Legyen a te hited szerint. Egy ateista leteszi a maga hitrendszerét. Egy vallásos ember leteszi a maga hitrendszerét. Csak ez a hit legyen. A hit megtart. Tehát mit tesz a hit? Hatalmas húzóerő. Merre húzóerő? A hit kinyitja a perspektívát előre. Az az ember, aki hisz az életének valamilyen értelmében, valamilyen céljában, az eleve jövő tervező, mert az azt mondja, hogy ja igen, én hiszek abba, azért születtem, hogy az az én dolgom, az a misszióm, és nyitja az életet előre, és tervez, és ennek rendeli alá az életlépéseit. És ugye akkor most, hogy térjek vissza a nagy kiterjedésű egyéb irányba történő ilyen vizsgálatok, hogy azokat az embereket interjúkkal meg egyéb módon vizsgálták, akik súlyos helyzeteket éltek túl. Na hát ugye én most visszamegyek a nem ebből a célból történő olyan vizsgálati bizonyítékokra, amit Viktor Franknak, az én kedvenc pszichológusomnak köszönhetünk, aki azt mondta, akinek van kiért, miért élnie, az szinte minden hogyant elvisel. Vagyis a céltételezés, de a személyes cél. Ugye abban a könyvében írta ezt le, egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort, az igazi cím, és mégis mond igent az életre. Hát ez egy óriási dolog, ugye az értelmet állította a középpontba, és valóban a boldogságpszichológiai vizsgálatok is azt igazolják, hogyha nincs a te személyes életednek egy olyan értelme, amit te adhatsz meg neki, mert senki más nem mondhatja meg, hogy mi a te életed értelme. Ez nekünk egy olyan feladat, ami egészségben tartó, és a depresszió sötétségétől megvéd, elvégre
erre éppen a pszichikai területekkel foglalkozóknak nagyon is messzire szóló Nietzsének az az üzenete, elmeorvosok, vigyázzatok, ha a mélységben néztek, a mélység visszanéz rátok. Szóval nagyon komolyan kell, hogy legyen egy olyan, úgyis mondhatnám, a lelki gerinc, vagy most már nem tudom, milyen metaforát alkalmazzak, minden esetre valami olyan erő, ami olyan módon védi a mi életelképzeléseinknek, életakarásunknak a határait, ami nem törhető, nem sebezhető. Tehát ez a bizonyos, a vulnerabilitása az énnek, a személyiségnek úgy tűnik a vizsgálatok szerint, az egészségpszichológiai és boldogságpszichológiai vizsgálatok szerint, hogy nagyon erősen függ attól, hogy milyen erős és milyen izmos ez a bizonyos, tehát elvégre lelki izomzat is van, nem csak fizikai. A mi kultúránk meg ugye a fizikai izomzatot edzi. És hogy erre, hogy lelki izomzat edzés, hogy mit kellene ehhez tenni, erre nincs még ránevelő tendencia se, mikor úgy mutatja föl önmagát a pszichológiai vizsgálatok eredménye, hogy majdhogy nem parancsoló módon. Hogy azt mondja, hogy van neked személyes életfilozófiád, na ha nincsen, akkor csináld meg. Hát Jubomirszky mesélte el, ugye nagyon érdekes, hogy a hallgatóival dolgozik, és egy csomó olyan, amit így a vizsgálatokból földerített, ő feladatul adta ugye a saját egyetemi hallgatóinak. És hát mivel mindenütt egyforma olyan szempontból az ifjúság, hogy szeret opponálni, ugye voltak olyanok, hogy nemet mondtak rá, ezt miért csináljam. És egy konkrét esetet szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy kiderítették azt is, hogyha például a boldogságfokozó gyakorlatok egyikéről van szó, hogyha például egy atmoszféra, egy közösségi atmoszféra nagyon le van eresztve. Szóval különösképp, ha van egy ilyen, egy valaki, aki a métej, aki ugye ontja a negatív üzeneteket, és ezt mi átveszük, sajnos akarjuk, hanem szóval, hogy lehet például befolyásolni, és akár úgy, hogy például keresünk egy részt, hogy azt mondjuk valakinek a közösségben, hogy jaj, de kedves, hogy jaj, de jól nézel ki, jaj, de... szóval átfordítjuk pozitívra, és köszönetet, megkeressük a lehetőséget, hogy köszönetet mondjunk neki valamiért. Ha lehet pont annak, aki ilyen nagyon negatív, valahogy köszönetet mondani. De jó, hogy ezt elmondtad, és akkor mit gondolsz, ha meghallgatnád ezt vagy azt? Na, az a lényeg, mikor kimondjuk azt a szót, bűvöletes dolgokról van szó, hogy János, köszönöm, hogy meghívtál. Például, na most akkor kimondom ezt. Úgy gondold el, hogy az, aki ezt hallja, abban lesz egy olyan fajta belső igentmondás, egyetértés, aminek következtében az ő kognitív struktúrájában már a következő kimeneti üzenet olyan lesz, ami pozitív. Na most tehát ez egész olyan, mint hasonlatot segítsetek, hogy egyik adja a másiknak, és így tovább, hólabda effektus. Szóval olyan, mint a hólabda effektus. És így atmoszféra befolyásolható. Egymást tudjuk pozitív irányba befolyásolni. Ezért kiadta a hallgatóinak, jól van, a holnapi feladat, hogy keressenek olyanokat, akinek köszönetet fognak mondani, és ezt naponta többször próbálják ki, és méréseket kellett egymáson végezni különböző fizikai paraméterek mentén. És mondta az egyik hallgató, nem mondok én. Én senkinek semmit nem köszönhetek, én nem mondok. És akkor az történt, hogy mondta, jól van, döntse el, ha jegyet akar, így mesélte a történet, jegyet akar, akkor bizony keres valakit, akinek köszönetet mond. És eszébe jutott ennek a fiúnak, hogy mikor az egyetemi felvételre készült, akkor valóban egy tanár volt, aki úgy eléggé mellette állt, hát írt neki egy levelet, hogy professzor úr, eszembe jutott, köszönöm, nem tudom, valami ilyesmi. Az a lényeg, másnapra hozta a választ, e-mailbe kapta a választ. Kedves tanítványom, hogy ön így emlékszik rám, hogy meghatott ez engem, éppen van egy ösztöndíjam, nem fogadná el. Na most a történet egyébként azért nagyon édes, és azért is mondtam el, mert hogy amikor mi hitetlenkedünk, hogy bizonyos dolgokat, amiket ajánlanak nekünk, tegyük már meg, akkor az élet olyan bizonyítékokkal szolgál. Tehát az, hogy a hólabda effektus felhasználása, az atmoszféra átalakítása, a negatív tartalmú, jelentéstartalmú üzeneteknek a minél inkább redukálása, a panaszkodásnak a lecsapolása például. Ugye a panaszkodás lecsapolására ugye panaszórákat szerveztek, hogy itt lehet panaszkodni, most itt akkor mondj el mindent, és hasonlók. Na most nem megyek részletekbe, oda térek vissza, ahonnan elágaztam a kedvenc pszichológusomhoz,
hogy akinek van kiért, miért élnie, az szinte minden hogyan elvisel, és úgy érzi magát a bőrében, hogy azt mondja, jól vagyok. Faludinak a pokolbéli vígnapjait valaki olvasta biztosan. Hát érdemes egyszer, csak mondjuk lelki erő kell az olvasáshoz, hát kemény dolgokat ír le. De amikor az életnek az értelme ott ragyog, a raboknak a filozófiai külön óráján, amit szerveztek étlen szomjan, ott ültek, de világ megváltáson gondolkodtak. A jövő ablakát nyisd ki, ha nem tudsz előre tekinteni, és ha az életet nem akarod, mégis mondj igent az életre. Ha ezt én nem teszem be a személyes életfilozófiámba, akkor az a legfőső erő, amit hát éppen Beck igazolta azt, hogy a minden a fejben dől el, hát ezt a szlogent tudom csak mondani, tudjuk, hogy ez milyen erőteljes. A gondolat képzetesedik, a képzet a testben realizálódik, ezt meg a modern pszichoszomatika üzeni nekünk, hogy hogy lesz a gondolatból konkrétan testi destrukció, vagy éppen építő valóság. Szóval, hogyha ezeket a dolgokat komolyan veszük, akkor ha rátekintünk mondjuk a depresszió tipikus tüneteire, egy ilyen összehasonlítást csináltam, de ezt csak úgy felolvasom, hogy mennyire azok a dolgok derültek ki az egészség és boldogság pszichológia vizsgálataiból, amik pontosan ellentetjei a depresszív és depressziós állapotoknak. Ugye depresszió, anhedónia, az egészség oldalon örömképesség, a jelen megélése, jövő felé kitekintés. Ugye a depressziós oldal szemlélet, gondolkodás, pessimisztikus, a jelenben leragadó, illetőleg a múltban néző és ruminatív típusú, míg viszont az egészség oldalon előretekintés, optimizmus derű. A depressziós oldalon a kilátástalanság, reménytelenség, az egészség oldalon a teleológikus dimenziónak a felerősítése és nap, mint naptréningszerű erősítése. Teréz Benedikt pszichológus mondta azt, hogy nem jó szó a reménység, reménykedés. Mert ez azt jelenti, hogy ma reményked, tehát gyakorító, holnap is, meg holnap után is. És ezért például ilyen, írd le az elkövetkező 5 évedet, mit szeretnél, fantázia, teleológikus dimenzió, kapcsold be a fantáziádat, tedd rá hitedet, reménységedet, írd le, mit szeretnél. És szedegesd elő időnként. Hát én a hallgatókkal is megcsináltattam a jövőtervet, mondtam, hosszú az életük, hát 10 év, 20 év, ahogy akarják. Tervezzék meg, fantáziálják el, hogy honnan, hova szeretnének jutni. És ebből a szempontból biztos igazat adtok nekem, amelyik, ha jó, nem tudja a célt, annak sosincs jó széljárás. Sajnos úgy bizonyítja a boldogságpszichológia, hogy ez egy kötelességünk. Személyes filozófia és az örömforrásoknak ezen át a felkutatása, mert én tudom minek, mit szeretnék, és az irányba tartok, nagyobb az esély, hogy örülni tudok az életnek. Na most konkrétan az öröm irányába, hagyj lépjek egy kicsit. Óriási a jelentősége annak, ahogyan a boldogság és egészség pszichológia versus a depresszív állapotok, ugye, amiben a reménytelenség, a boldogtalanság, az anhedónia és így tovább tipikus. A boldogságpszichológia arra mutatott rá, de ilyen konkrét vizsgálatokkal. Az volt a célkitűzés, mi vitalizál, mi energizál, mi adja azt a fajta töltést, hogy van kedved felkelni, van kedved dolgozni, van kedved neki, de motiváció, ugye, hát óriási jelentőségű. És ugye azt a feltételezést tették, hogy azok a tényezők, amik biológiailag is igazolhatóan az immunrendszer stimulálják, az örömközpontot ingerületi állapotba hozzák, és valamely örömhormont, oxitocin, endorfin, női nemi hormonok, stb. Igazolhatóan fokozzák a jelenlétét, tehát igazolható. Ezek a tényezők azok, amelyeket így elnevezték vitalitás generáló tényezőknek, és azt vizsgálták, mi az emberi viselkedésben, ami ezt előidézi. Mikor mérhetem, hogy az immunrendszer javul? Amikor ez, hát ez egyszerű nyálminta, hát kicsit profán, mert köpni kell egy tárgylemezre, és a nyálba A immunglobulin van, és akkor valamilyen élménynek ki vagyok téve, és akkor utána újra leveszik az opulust, és akkor ugye megnézik a kontrasztot, mert a A immunglobulin szintnek a mértéke jó paramétere az immunaktivitásnak. Tehát így egyszerűen drágán ugyan, de egyszerűen lehet vizsgálni a dolgot. És akkor arra jöttek rá,
hogy minden olyan, amikor csak még akár kicsit erőltetetten is, de egy becsatlakozás, egy szociális kapcsolatrendszerbe úgy, hogy mosolygok, hogy nevetek, még ha erőltetetten is, teljesen becsapom a biológiámat. Ekman, a mimika kutató igazolta, tedd fel az arcodra a mosolyt. És akkor ugye a risorius és zigomaticus majorizmok bekapcsolnak, innerválódnak, és akkor ugye a örömközpont elkezd izgalmi állapotba jönni, és Ekman igazolt a 30 másodperc múlva a tökéletesen kivitelezett mosolyból átélt mosoly lesz. Vagyis az organizmus azt éli meg, ami az ő programja, hogy akkor mosolygok, mikor úgy jól érzem magam. Nem beszélve a nevetésről, amivel kapcsolatban fantasztikus vizsgálatok történtek. Tudjátok, hogy 20 perces a nagy nevettetők filmjeit nézető egyetemi hallgatókkal csinálták, és ez is ugye, de ezt a Stanford Egyetemen csinálták ezt a kísérletet, a Stanfordon, hogy olyanokat, akik szerelmi bánatban szenvedtek, olyanokat, akik zapszemszindrómás vizsga előtti akut stresszben, tehát ilyen zapszemszindrómások voltak, és jó, hát ilyen színemorbó, hát már nem tudom, hogy hogyan nevezem, magunk közt elmerem mondani, hogy ugye amikor a Lipóton az első pszichiátria órán ugye meghallgattam, hogy mi a normalitás, akkor tisztelt professzorunk azt mondta, na most előadást tartok a normalitásról, és elmondom, hogy ki, mi a normális. Tartott egy hatékony szünet, hatásos szünetet, majd azt mondta, akit nem ismerek közelebbről. Hát így volt a debütje egyébként, te tudod, hogy Kun Miklós volt ez a professzor, akinek óriási volt a műveltsége és a kedélye és a kitekintése. Tőképessége. Na minden esetre ugye a kontrollcsoport volt ez az úgynevezett színemorbó, és akkor nézték a nagy nevettetők filmét, levették ugye a nyálmintát, és akkor 20 perc után kérdezőbiztosok is megkérdezték, hát ugye a nevetés ragályos, hál' Istennek, és hát persze dőltek a nevetéstől, és mint ezt a vizsgálat leírja, záróizom fenyegetettségi állapotokig haladta, mert kiválogatták így, letesztelték, hogy a legbiztosabban nagyon nevettetős filmek jeleneteit mutassák be, és akkor ugye letesztelték, és szignifikáns változás volt az immunállapotban. Na innen kezdve aztán tényleg ilyen, hogy hullabdaszerűen rengeteg hasonló vizsgálat történt, és akkor azt lehet mondani, hát ha mi megprovokáljuk azt, hogy jó legyen a kedélyünk, mert nekibúsultál éppen. A legjobb, és így derült arra fény, a legjobb, hogyha valahogy megpróbáljuk a humor, a vicc, a kedélyfokozás, a nevetés, a nevetetés irányába vinni. Tehát akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a komikusok, a stand-up comedy képviselői, és így tovább a nagy nevettetők, azok civil lélekgyógyászok bizonyos értelemben. Mert ugye ha akarod, ha nem, még először beülsz búson, vagy esetleg nagyon nehéz lelki állapotban, aztán nevet a melletted lévő, te is fölveszed a fordulatszámot, te is nevetsz, és mire onnan kiszabadulsz, már sokkal jobb a biológiai közérzeted is, nem beszélve arról, hogy egy nagy nevetés után rendkívül sok biológiai változás történik. Na most nem részletezném, de azt is igazolták, profánnak hat, a New York-i Kolumbián csinálták meg, képzétek el, hogy obstipáló és nagyon nehéz körülmények közötti produkcióra hát kényszerülő betegeket szedtek össze, hogy megnézzék, hogy vajon a bélperisztaltikára milyen a hatása. Tudjátok, milyen a hatása? Olyan, hogy ugye 5 napos lehet csak a kísérlet, akkor már nagyon nagy a veszély, nem engedték a saját beavatkozást, csinálták a nagy nevettető filmeknek, ugye mentek csapatostól, nézték a nevettető filmeket, az 5. napra, a kritikus napra a legellenállóbb is megadta magát, tehát bélperisztaltikát fokoz, óriási a jelentősége, ugye? És a hangok. Hát egy Pap János, akivel én ma még nem nevettem című könyvet, ő elektroakusztikus egyébként, és egy egyetemi tanár, a Zeneművészeti Egyetemnek a tanára, és hangszerszakértő is, szóval teljesen ezt, bűvöletesen ez van a szíve közepén, és ezt kutatja, hogy a hangokkal kapcsolatban például, de ez egyáltalában nem véletlen, hogy amikor mi hangokat kiadunk, akkor mi feszültségektől szabadulunk meg, de nem akár milyenektől. A magánhangzók azok kiviszik
viszik a feszültséget. És amikor ugye én azt mondom, ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, ho-ho-ho, mert azt nem mondom, hogy hu-hu-hu. És érdekes, mert nem nevetünk hu-hu-hu-ba. Miért nem? Hát én se gondoltam erre, még csak ő el nem mondta, hogy a vizsgálatokban egész nyilvánvaló, nem huhogunk. Az egy egész más dolog a huhogás. Annak nem csak a jelentése is más teljesen, de interkulturálisan más a jelentése a huhogásnak. És hogy mi ennek a ha-ha-ha-nak, mert így nevetünk, és van az öblös nevetés. Ugye Norman Cousin például így tette közé azt, hogy szerinte gyógyító hatású a nevetés. Neki szklerodermája volt, és egy nagy beavatkozás előtt otthon 2 hétig dekolt, és hát mit csináljak már, várok a kezelésre, nézte a nagy nevettetők filmeit, amit szerette. És akkor azt érezte, hogy hoppá, hát neki a fájdalmai csökkennek. És hát mi történt? Hát persze, igen, mert endorfin termelés indult, és az ugye fájdalomcsillapító is, meg kedélyjavító is. És hát ugye erre rájött, és ezt közölte, hát eléggé ellene voltak, hogy itt miket ír le, de hát az ellenőrző vizsgálatok kiderítették, hogy tényleg így van. Tehát az, hogy a kedélyemet egy picit, hogy mondjam, így mesterségesen beindítom, hogy megváltoztassam, ezáltal biológiai szövődmények jönnek, mert ez a hatalmas automatizmus így reagál. Na most akkor ott vagyok, hogy most elmondanám az antidepresszáns terápiákat. Vidovszky Gábor az örömtréninget kidolgozta, egy picit feledésbe merült, de mit csinált a depressziós betegekkel? Egy tanítványától, aki szakdolgozatot is írt ebből a témából, hatásvizsgálati szakdolgozatot. Hát következő volt, hogy ő depressziós betegekkel csinálta ugye az örömtréningjét, és akkor ilyen feladatok voltak. Például, hogy mondd el azt, ami a legszórakoztatóbb, van-e ilyen az emlékeidben, ami nagyon-nagyon szórakoztató volt, nagyon örömteli volt, amire szívesen gondolsz vissza. A betegek elkezdték mondani, egyik mondta a másiknak, kinn a nővér azt mondja, milyen csoport ez, hát itt vihognak, hát itt ilyen milyen nevetés hullámok indultak el, mert egymást gerjesztették, látom, 3 percen van, jó. Hát szóval ugye, ha mesterségesen beindítjuk azokat a mechanizmusokat, amelyek a szervezet számára kedélyjavítók, amelyek segítik és a közösségi hatás révén segítik, hogy jobb legyen az életminőségünk, terápiás célból mindezek adhatók. Na most Goethének van egy csodálatos mondása, a csodálatos mondás az ugye így hangzik, hogy mi szeretnél-e derűs és hosszú életet akkor, naponta keres olyan látványt, ami gyönyörködtet, hallgass zenét, sétálj jó nagyokat, olvas verseket, és még van egy ötödik, amit igen, tegyél jót valakivel, ez az ötödik. Ha most mi ezt tekintetbe veszük, hogy a boldogság pszichológia, hát milyen üzeneteket küld nekünk, akkor azt mondhatjuk, a dolgok alapjában valamikor régtől fogva már ki is vannak találva, mert ezek arról szólnak, hogy azokat az érzékszervi csatornákat kapcsoljuk be a terápiába, amik a teleológikus dimenzió mentén, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzés és így tovább, amik az élményt magát, az élményt kihozzák belőlünk. És akkor egy beszáradt organizmus mégis elkezd újra, akár megprovokált élmény hatására is egy kicsit jobban működni. Summa summarum, utolsó perc, betartom az időt. Ha mi az egészségpszichológiai és a jólét kutatás, azaz boldogságkutatás üzeneteit föl akarjuk használni, akkor ki kell nyitnunk a depressziós betegek terápiájában, ami a pszichológiai rész is megvan pontosan, pszichológiai rész, bocsánat, erre a gyógyszere is rá rímel, mert ugye egy kicsit életöröm, egy kis életkeltés, hogy akkor próbáljuk meg ezt az oldalt egy kicsit fokozni. Ami azt is jelenti, hogy mindazokat a csoportos működésformákat, amik a művészetpszichológia területére, a zeneterápia, a mozgásterápia, a majdnem pszichoedukációt mondtam, de akár az is, de hogy a pszichogimnasztika, ugye mindezeket vonjuk be, és ezeket alkalmazzuk, mert ezek valóban hatékonyan segítik a depresszív állapot felszámolását, illetve egy jólétérzés előidézését. Hát ennyit sikerült, sokkal több, de hát ugye ennyit kaptam időt. Köszönöm a figyelmet, türelmet, köszönöm szépen!